Ebben a videóban fel fogok használni egy kis szójátékot arra, hogy szemléltessem a test és a lélek kapcsolatát. A szójáték a következőképpen hangzik. Spirituális testiség, vagy pedig testi spiritualitás. És mielőtt belekezdenék a gondolat kifejtésében, megkérlek téged, hogy gondolkodj el már most a videó elején, hogy a te életedet a két kifejezés közül, a két fogalom közül melyik jellemzi leginkább? A spirituális testiség, vagy pedig a testi spiritualitás. Kicsit nehéz őszinte önkritikát, önvizsgálatot gyakorolni. Persze ez tehát nem csak neked nehéz, nekem is nehéz, mindenkinek nehéz. Őszintén meglátni azt, hogy mi van az életünkben, mi dominálja az életünket. A spirituális testiség, vagy pedig a testi spiritualitás. Azt hiszem, hogy már a címben is benne van az, hogy a spirituális testiség az, amikor a lélek beáll a test szolgálatába. Másképp fogalmazva, a lélek alá van rendelve a testnek. Mert az ember testi, de viszont spirituálisan testi. Tehát a lelkiséget felhasználja arra, hogy az ő testiségét megmagyarázza. És a testi spiritualitás az, amikor az ember a test dolgait is a lélek alá rendeli. Tehát a lélekkel rabul ejti a test dolgait. Ez a testi spiritualitás. Most gondolkozz azon, hogy a te életedet a kettő közül melyik jellemzi? Az nem lehetséges, hogy mind a kettő. Vagy testi vagy, és azt spirituálisan megmagyarázod, vagy pedig lelki vagy, és a test dolgait is felhasználod a lélek dolgainak a kamatoztatására, felemelésére. Közben még azt is megkérdezném, hogy szerinted melyik népszerűbb, melyik elterjedtebb a mai világban? A spirituális testiség, vagy pedig a testi spiritualitás? Mit gondolsz te? És közben elmondom azt is, hogy nekem teljesen meggyőződésem, hogy a spirituális testiség sokkal népszerűbb, közönségesebb, populárisabb, közkedveltebb, mint a testi spiritualitás. Tehát sokkal több olyan ember van, aki felhasználja a lelket, a szellemi dolgokat, a testi dolgoknak a megmagyarázására, alátámasztására, és a testi dolgoknak az előtérbe helyezésére. És pont ez a motiváció, épp ez a motiváció, ami miatt ez a videó most elkészült. Nagyon sok olyan ember van, egyre több olyan ember van, aki a lélek dolgaival próbálja magyarázni a testiséget. Ez a jelenség egyébként, tetszik vagy sem, jelen van a Bibliában. Csak nyilván a Bibliában másképp magyarázzák, más szavakat, más terminusokat használnak arra, hogy ugyanazt a jelenséget szemléltessék. Azt mondja a legelső parancsolat, hogy Isten nevét hiába nevedd. Isten lélek, tudjuk ezt a Bibliából. Milyen lélek? Szent lélek. Tökéletes lélek. Nem olyan, mint én, nem tisztátalan lélek, hanem szent lélek. És aki a lélek dolgait felhasználja a testi dolgoknak az indoklására, megmagyarázására, az gyakorlatilag a bibliai első parancsolatba ütközik bele, hogy Isten nevét hiába veszi. Isten nevét alárendeli a test indulatának, a test görcseinek, a test kívánságainak. Ezt teszi a legtöbb ember. Azért is tartottam fontosnak beszélni erről, mert azt látom, hogy egyre több ilyen modern, New Age, spirituális irányzat jelenik meg a színtéren, a jogával az élen, ami arról szól, hogy a lélek dolgait alárendeljük a testnek. De mi történik avval a lélekkel, amely a test alatt van? Gondoljunk bele! Mi a sorsa annak a léleknek, amely a test alatt van, a test alatt helyezkedik el? Hogyha a test öregedő, gyengülő, mulandó, rothadó, akkor mi történik avval a lélekkel, amelyik alárendeli magát a testnek? Avval a lélekkel, amelyik beáll a test szolgálatába. Nem egyértelmű a válasz a kérdésre. Az olyan lélekre, amely alárendeli magát a testnek, rárothad a test romlik, öregedik, gyengül, betegedik, majd a nyövek megeszik. De hogyha a lélek egész életében alárendelte magát a testnek, akkor az történik, hogy a lélek a testtel együtt menjen lefelé, a seolba, ezt már többször mondtam, seolba, a seholba, gyakorlatilag. Tehát a legdurvább kifejezéssel élek, az ilyen lélekre, aki nem tisztul meg és nem kerekedik a test fölé, szó szerint rárothad a test, és megeszi a bűz a testnek, a test rothadásának a bűze, és a nyüvek. Ez maga a pokol. Ennyire egyszerű. Az történik napjainkban, közben itten kungfuzok a szúnyogokkal, az történik a napjainkban, hogy az emberek belecsöppennek a spirituális testiségbe, a spiritualitás köntösébe, öltöztetett testiségbe. És mint mondtam, ennek egyik legnépszerűbb képviselője már Székelyföldön is sajnos, Erdélyben is sajnos. Magyarok irigylik azt, hogy itt még van jellem, itt még van szeretet nálunk, az anyaországiakról beszélek, hogy itt másabbak az emberek, kedvesebbek az emberek, segítőkészebbek az emberek, már nem sokáig. Drága anyaországi testvérek, nyugodjatok meg, hogy már ez nálunk sem lesz így sokáig, Erdélyben, Székelyföldön, sajnos. Mert mi is belecsöppentünk abba a csapdába, amiben ti. Belementünk a spirituális testiségbe, ahol a testnek a kívánságait spirituálisan megmagyarázzuk. Vesszük Osót, utána Eckhart Tollet, utána az ufókat, utána Oprát, az amerikai Oprát, a különböző ilyen keleti gurukat, hogy megmagyarázzuk a testiséget. Hogy miért van szükségünk arra, hogy elhagyjuk a családunkat, a feleségünket, a férjeinket. Ugyanis ők túl konzervatívak számunkra. Mi már annyira spirituálisak vagyunk, hogy egyszerűen nem férünk meg velük egy házban, egy családban, ezért elhagyjuk őket, otthagyjuk őket, és olyan társat keresünk, akivel lehet spirituálisan fejlődni. Egész pontosan a spirituális testiségben, a tantrában fejlődni. Mivel hogy az asszony túl konzervatív, a férj túl konzervatív, nem akar belemenni a tantrikus szexbe, a gruppen szexbe, abba, hogy mindenki mindenkivel kefélhet. Elnézést a trágár kifejezésért. Bárhogy cicomázzuk, ez van. Biblia nyelven paráznaság ez. És mivel ők nem akarnak belemenni a tantrikus szexbe, mivel ők túl maradiak, és nem hisznek abban, hogy a lélek attól fog megvilágosodni, vagy megszabadulni, hogy tantrikus szexet gyakorol a jogás társakkal, meg mindenkivel, akivel lehet. Ezért elhagyjuk őt, és spirituálisan elmondjuk nekik, hogy de azért szeretünk titeket, szeretünk téged, de értsd meg, hogyha te is szeretsz engemet feltétel nélkül, ha van benned feltétel nélküli szeretet, akkor megérted, hogy nekem szükségem van erre az újfajta spiritualitásra, amely úgy érhető el, hogy a testemet úgymond, a testemmel, a különböző testi gyakorlatokkal, a szexualitásnak a modern formáival a lelkemet megvilágosítom. Ez történik, drága embertársak. Nálunk is Székelyföldön, úgyhogy most gyertek Magyarországról Erdélybe, Székelyföldre, mert még van érték, még van egy kicsi erkölcs, de már nagyon el van fogyva sajnos. Egyre inkább fogy az erkölcs Székelyföldről is. Valósággal párolok, mert belementünk mi is a spirituális testiségbe, ahol a testiséget a lélek dolgaival, Isten dolgaival magyarázzuk. Isten nevét mi is hiába vesszük, mint ti, és az a maradék kis erkölcs, amely még valamelyest jellemzi Erdélyt, Székelyföldet, egyre inkább kezd elfogyni, eltűnni innét is. Picit én még beszélnék a spirituális testiségről, hogy minél több ember, aki nézi ezt a videót, megértse, hogy miről beszélek. Hogy hát, ha úgy adná az Isten a fennvaló, hogy megérti valaki a lényeget. A spirituális testiség az, ahogy az előbb is mondtam, az a lényege, hogy alárendeljük a lelket a testnek. A lelket a test szolgálatába állítjuk, és nem fordítva. Elhitetjük magunkkal azt, hogy a test feljebb való. Persze ezt mi sosem valljuk be, nem mondjuk ki, mert spirituálisak vagyunk, ugye? Nem valljuk be, hogy valójában testiek vagyunk. És még azt is elhisszük, hogy a testi gyakorlatok által válik a lélek felemelkedetté. Amikor a testemet edzem, a testemmel gyakorlatozok, hogyan lehetnék én spirituális? Különböző ugye, fekvőtámaszok, különböző joga pozíciók, meg más pozíciók, meg légzéstechnikák, meditációs technikák, amelyek arra hivatottak, hogy a lelket felemeljék. A testtel akarják felemelni a a lelket. Ez maga, Biblia nyelvezettel élve, ez maga a sátán, a megtévesztés szelleme, amikor az ember a testtel akarja felemelni a lelket. Nagyon sok iskola van, nagyon sok technika van, ahol tanítják azt, hogy milyen eszközökkel és milyen módszerekkel lehet úgymond spirituálissá válni. De ezek a módszerek egytől egyik az önmegváltás módszerei, amelyekkel azt mondjuk a mindenhatónak, teremtő Istennek, hogy bocs, apu, nincs szükségünk rád. Mi ezt megoldjuk magunktól. Vannak nekünk technikáink a gurutól, a múltkor megvásároltuk, adtunk érte 100 eurót. Nem kell nekünk bölcsesség tőled, nem kell nekünk az evangélium sem. Mert van technikánk, légzésgyakorlatunk. Bal orrukon be, jobb fülön ki, meg társai. És gyakorlatilag ez maga a spirituális testiség. Amikor az ember a lelket, a szellemi dolgokat arra használja, hogy elhitesse magával azt, hogy spirituális. Most akkor áttérnék a testi spiritualitásra. A testi spiritualitás az, mint ahogy a neve mutatja, hogy a cél, a fő cél, a lélek jóléte, a lélek felemelkedése, és a test teljes mértékben alá van rendelve a léleknek. A lélek mondja meg a testnek, hogy mit kell csinálni, és nem fordítva. Nem a test mutatja meg az utat a léleknek, hanem fordítva. A lélek, melyik lélek? A Szent Lélek, ugye? Így hívja az írás. A Szent Lélek mutatja meg a testnek, hogy mi a teendő a mai nap folyamán. Mit kell ő csináljon. Ekép a test is tovább él, mert a lélek egészséges. A lélek él, a lélek fölötte van a testnek, nem alatta. De hogyha netán a test meghalna, valami baleset folytán tegyük fel, akkor nem fog rá rothadni a lélekre, mert a lélek már eleve fölötte van. A test fölött. Ugorjunk vissza. Spirituális testiség. A spirituális testiségnek a főbb jellemzője azok, hogy az ember a nap 24 órájából sok időt fordít a test jólétére, a test egészségére, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, fitness, wellness, meg társai. Tehát maga a lélek is a testnek él. Az ember napi 24 órájának és a 24 órában a rendelkezésére álló erőnek a nagy része a testre megy, és nem a lélekre. A testre, amely rothadó, mulandó, és nem a lélekre, amely örökkévaló. Ez történik a spirituális testiségben. Bióboltok látogatása, különböző gyógyszerek, műszerek megvásárlása, ez mind-mind-mind spirituális testiség. Ezzel szemben a testi spiritualitásnál azt látjuk, hogy aki azt éli, annak az élete nemhogy komplikáltabbá válik, mint ahogy történik a másik oldalon, hanem sokkal egyszerűbbé válik. Egyszerűsödik az ő élete. Csökkennek a testi igények. Csökken a farkas éhség, ugye, a testörömökkel, testörömökért. És az ember fokozott időt és életerőt fordít a lelkiekre. Ez a testi spiritualitás. Itt a Földön mindenki testi módon spirituális. Akinek van teste, nyilván mindenki testi módon spirituális. Még Jézus is a testi spiritualitásban volt, ugye? Mert az mondatott róla, hogy az ige testé lett. Ő, aki a tökéletességben volt, a mennyek országában volt, lejött a testbe, az elbukott anyagi, fizikai testbe, hogy nekünk testieknek megmutassa az utat. De viszont azzal mutatta ő azt, hogy ő teljesen spirituális, ő lélek, ő halhatatlan lélek. Azzal mutatta nekünk ezt, hogy a testi igényei nagyon lent voltak, alacsonyak voltak, zsákruhában közlekedett. Szamárháton ment be Jeruzsálembe. Tehát ő az életével, a fizikai életével arról tett bizonyságot, hogy ő igenis spirituális. A halálával még inkább, mert önként adta oda a testét, a test egészségét, a test jólétét, önként adta oda a hóhérnak. Annak bizonságául, hogy ő lélek, ő halhatatlan lélek, benne szent lélek van, amely legyőzte a testet, a testiséget. Drága barátom, most őszintén gondolkodjunk el. Hogyan lehet bárki is spirituális, aki folyton a testet edzi, a testet kényezteti, a testet tornáztatja, Levike, tornáztatja a lélek helyett. Hogyan lehet bárki spirituális? Úgy, hogy elhiteti magával, hogy ő spirituális. Így van-e? Ennyire egyszerű. Jézus arra használta a testet, hogy a test eszközeivel, a testi dolgokkal szemléltesse az igazság szerelmeseivel a lélek dolgait. Ugye az összes példázat a testi volt. Még a pénzről is beszélt, még a pénzt is felhasználta. Ő nem érintette a pénzt, mert nem volt szüksége pénzre. Ő a tökéletességből jött, tökéletes isteni lélek volt benne. Nem volt szüksége, mit kezden a pénzzel? A talentumok, ugye, talentom, vagy nem tudom, az egy zsidó pénz nem volt. Jól emlékszem. És a talentumok példázatát is arra használta fel, a pénzt, mint fizikai eszközt, azt is arra használta fel, hogy azzal szemléltesse a lélek dolgait. Ugyanis valamelyest a fizikai világ, az elbukott fizikai világ is a mennyre mutat. Tehát valamelyest a, a tökéletességnek, a mennyek országának a lebutított képmása a fizikai világ. Viszont aki megreked a fizikai világban, a fizikai dolgokban, a testiségben, az anyagiságban, anyagiasságban, az nincs, ahogy meglássa a másikot, a mennyek országát. Úgy gondolom, hogy ez a videó segíthet bárkinek megérteni, hogy mi folyik a világban, hogyan árultuk el, hogyan köptük szembe Istent igazából, a lélek dolgait, hogyan rendeltük a lelkünket ravasz, csalafinta módon, hogyan rendeltük alá a testünknek, és hogyan kínlódik és hogyan szenved a mi lelkünk a testünk súlya alatt, és hogyan megy bele a földbe a mi lelkünk is, bele a seolba, a test súlya alatt, a testi gondolkodás súlya alatt, a földi gondolkodás súlya alatt. Pál nagyon durván fogalmaz, ugyanis azt mondja, hogy öldököljétek meg a testet, a test kívánságait. Mivel? A lélek dolgaival. Nem azt mondta, hogy tápláljátok azt, hogy úgymond nyílt házasságban éljetek, szabad házasságban, hogy a test élvezkedjen kedvére, hanem azt mondta, hogy ismerjétek meg a lélek dolgait, a lélek kincseit, és akkor önként jókedvetekből, jókedvűen úgymond elhagyjátok a test dolgait. Ez maga a megváltás. Az az ember, akit Istennek a lelke megérint, a Krisztusnak a szellemisége megérint, elindul a megváltás útján, az újjászületés útján, mondjam azt, az átformálódás útján. És nehogy valaki azt higgye, hogy ez egy kényszer, hogy a lelki emberek azok mind frusztráltak, épp ellenkezőleg. Az történik, amit Jézus mondott a példázatban, hogy a mennyek országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amelyet az ember, ha megtalál, a felett való örömében elmegy, és eladja minden kincsét, a régi kincset, és megveszi azt a szántóföldet. Tehát arról van szó, hogy a lélek hatalma legyőzi a testiséget, és ekképp a lélek úgymond szabadon tud távozni a földi világból, a földi dimenzióból, ha lehet így fogalmazni. A címadó kérdés az volt, hogy spirituális testiség, vagy pedig testi spiritualitás. Ha valamit megértettél ebből, hogyha megérintődtél, azt javaslom, hogy kérd az Úristen segítségét, mert irgalmas, segítőkész arra, hogy őszinte önvizsgálatot és önkritikát tudj gyakorolni, hogy meg tud ítélni a lélek erejével az, hogy te valójában spirituálisan testi vagy, vagy pedig testben vagy spirituális, és elindultál a lélek üdvössége, a lélek teljes szabadulásának az útján. Isten áldjon! És szépen süllyedünk lefelé, és az a maradék kis érték, erkölcs, ami még valamelyest jellemzi Erdélyt, Székelyföld